dísznövényeinket, hogy fajta azonosságukat és egyöntetőségüket biztosíthassuk, ivartalanul szaporítjuk. Egyik legelterjedtebb ivartalan szaporítási mód az oltás. Ismerkedjük meg először néhány alapfogalommal. A kettő vagy több azonos fajú növény társításából, összenövesztéséből keletkezett új növényegyedet oltványnak nevezzük. Azt a növényt, amire oltunk, alanynak, amit ráoltunk, nemesnek nevezzük. Az alany általában az oltvány gyökerét képezi. Talajhoz rögzíti az oltványt, és vízben oldott szervetlen tápanyagot vesz fel a talajból a nemes számára. A nemes viszont a levelei által készített asszimilátákból adja át az alanynak a fejlődéséhez szükséges szerves tápanyag mennyiséget. Nagyon fontos, hogy az alanyok könnyen szaporíthatók és jól felnevelhetők legyenek. Az ivartalanul szaporított alanyokat anyateleteken nevelt anyanövényeken termeljük. Az ivarosan szaporított alanyokat magról neveljük, ezek a magoncok. Az oltás egyik alapfeltétele, hogy csak rokon növényeket oltsunk egymásra. Az oltáshoz a nemes részt az oltóvesző szolgáltatja. Beérett, megfásodott, levéltelen egyéves növényi rész, melyen egészséges ügyek találhatók. Héja sima, fényes, fajta jellegének megfelelő színű. Vastagsága a fajta növekedési erősségétől függő, általában 8-10 mm. Előnyös, ha rügyei vesszőhöz simulók, mert az ilyenekből egyenes hajtás fejlődik. Szaporításra a jó minőségű oltóvesszőt az erre a célra létesített törzsültetvényekről szerezzük be. Lombhullás után legkorábban a fagyérzékeny, majd a korán kihajtó, végül a későn kihajtó fajták oltóvesszőit szedjük meg. Egy oltóvesszőn 10, de legalább 3-4 egészséges, jól fejlett rügy legyen. 50-100 darabos kötegekben tároljuk, melyeket növényi eredetű vagy műanyag kötelékkel fogjunk össze. Kötegenként két fajta jelző címkével lássuk el, melyen feltüntetjük a származására vonatkozó fontosabb adatokat is. Használáskor a tárolt oltóvesszőt ellenőrizzük. Ha a héj ráncos, akkor kiszáradt. Ha fagy érte, a rügyek belseje fekete. Ha növekedési öve a kambium fekete, szintén fagykárt szenvedett a vessző. Ha rügyei kihajtottak, az oltóvesző akkor is alkalmatlan oltásra. A higiéniára és a tisztaságra az oltás egész tartama alatt különösen ügyeljünk. Az oltás szerszámai mindig tiszták és jó élesek legyenek. Az oltáskor megsebzett növény könnyen fertőződhet, a kézzel megfogott meclap szennyeződik, ezért rosszabbul ered. A fás növények gyarapodását a növekvő öv a kambium biztosítja, amely befelé farészt, kifelé háncsot termel. Az oltás összeillesztésnél alapfeltétel, hogy az alany és a nemes növekedési öve találkozzék. Ezért a meszlapok simák, egysíkúak, hullámmentesek legyenek. Az alanyt és a nemest összeillesztés után úgy kössük össze, hogy ne lehessen egymásról elmozdítani őket. Kötözéshez régebben rafiát használtunk, de újabban a műanyag csík használata általános. A szabadon maradt sebzési felületeket a túlzott pároloktatás és a fertőződés megakadályozása miatt oltóviasszal kenjük be.
Az oltóvessző és az alany kérgét, rügyeit, továbbá a szemzést és a fenyőoltásokat nem kell bekedni. A föld felszínén a gyökérnyakban végzett oltást a kitörés ellen az alany mellé szúrt karóval védjük. Átoltott gyümölcsfákon az ágcsonkokra települő madarak ellen az oltás fölé nyúló pálca vagy ív alakban meggörbített vessző nyújt védelmet. Az alany és a nemes összeforradásához körülbelül 6-7 szükséges, amennyiben az éghajlati viszonyok megfelelőek. Akkor tekinthető az oltás megeretnek, ha az alany és a nemes teljesen összeforrt, és az oltóvessző hajtásai legalább 3 vagy 4 levelesek. A jól összeforrt oltványokat, melyeknek együttélése zavartalan, összeférhetőeknek, a hiányosan összenövőket, melyeknek együttélése nem zavartalan, összeférhetetleneknek nevezzük. Az oltások elkészítése után a fajta keveredés elkerülésére feltétlenül pontos jelölést kell alkalmaznunk. Az oltásokról mindig naplót fektessünk föl, melynek adatait ellenőrzés után a törzskönyvbe vezessük át. Oltás után ellenőrizzük az eredést, és hogy a kötöző anyag nem vág-e be az oltványba. Az általános tudnivalók után tekintsük át a legfontosabb oltásmódokat. Összenövesztés. Ősi, de ma már csak ritkán használt oltásmód. Lényege, hogy sem az alany, sem az oltóvesszőt nem választjuk el a fájától az oltás elvégzésekor. Amikor az alany és a nemes összenőtt, csak akkor választjuk le a nemest az anyanövényről, és a kész oltványt neveljük tovább. Főleg a bükk és nyírfa változatokat szaporítják így. Hasítékoltás. A hasítékoltás is a régi oltásmódok egyike, a legdurvább oltás. Szőlőtermesztésben idősebb tőkék átoltásánál, gyümölcsösben pedig főként termőfák átoltása esetén alkalmazzuk. Faiskolákban ritkán használják, kiskertekben még igen. Hasítékoltást tavasszal, szabadban, rügyfakadás előtt készítjük több éves alanyon. Javított hasítékoltás. Ezzel az eljárással a tenyész időszak kezdetén kisebb sebet ejtünk az alanyon, mint a hasítékoltással, és nagyobb az oltási partnerek érintkezési felülete. Az oltóvesszőt ék alakúra vágjuk meg úgy, hogy a vágási terület hátul összeérjen. Az ék legalább 3-szor olyan hosszú legyen, mint amilyen vastag az oltócsap. Az alanyt ebben az esetben nem keresztben, hanem érintő irányban hasítjuk be. Ügyeljünk, hogy a behasítást ne legyen túl mély.
egy alanyba, ha az elég vastag, ezzel a módszerrel több oltóveszőt is olthatunk. Főleg idős fák átoltásánál alkalmazható jó eredménnyel. Párosítás. A legelterjedtebb díszfa és gyümölcsfaoltási mód. Végezhetjük növényházban, kézben vagy becserepezett alanyon, de szabadban lévő gyökeres alanyon is. Csak azonos vastagságú alanyt és oltóveszőt lehet párosítani. Általában tavasszal végezzük, amikor az alany rügyei megpattannak, tehát a netkeringés éppen megindult. Az oltóveszőnek azonban oltáskor még nyugalmi állapotban kell lennie. A párosításhoz az alanyon és a nemesen azonos nagyságú összeillő meclapokat alakítsunk ki. A meclapok hossza legalább az átmérő 2-2,5-szerese legyen. A jobb összeforradás érdekében előnyös, ha az alanyon és a nemesen egyaránt a meclappal ellentétes oldalon egy-egy jól fejlett rügy van. Angol nyelves párosítás. A meclapokat először ugyanúgy készítjük el, mint a párosításnál. Azonban a meclap felső harmadában annak síkjával csaknem párhuzamosan újabb bevágást készítünk, majd összeillesztjük az alanyt és a nemest. Mivel az oltott növények nagyobb felületen érintkeznek egymással, ezzel a módszerrel jobb eredményt érhetünk el, mint az egyszerű párosítással. Szőlő kézben oltásánál, valamint egyes nehezebben eredő díszfák, díszcserjék oltásánál alkalmazhatjuk eredményesen. Lapozás. A visszametszett alany vastagabb, mint a nemes. A lapozást úgy készítjük, hogy az alany csúcsán meclapot vágunk, és az oltóvesző párosítás szerűen készített meclapját ráillesztjük úgy, hogy a háncsrészek legalább az egyik oldalon érintkezzenek. Az alanyt és a nemest összekötjük, és a sebet oltóviasszal kenjük be. Nyerges lapozás. A nemes elmozdulásának veszélye csökkenthető, ha az oltóvesző meclapjának felső részén nyerget készítünk, amellyel az alanyra támaszkodhat. Kecskeláb ékezés. A tenyész időszak kezdetén végezzük, ha az alany jóval vastagabb az oltóveszőnél. Az oltóveszőt útékoltásnál. Az alany kissé ferdén vágjuk vissza, és az oltóveszőt a meclap magasabb részére helyezzük a rajta készített éknek megfelelő bájúba. Idősebb gyümölcs és díszfákat oldhatunk így.
héj aláoltás. Könnyen elkészíthető és igen jó eredményt adó oltásmód. Akkor végezzük, amikor az oltóvesszőnél vastagabb alanyon az első lomblevelek megjelennek, és a héjkéreg már jól válik a fától. A még nyugalomban lévő oltócsapot úgy vágjuk meg, mint a párosításnál. A visszavágott alany csúcsán a héjkérget kissé elválasztjuk a fától, és a keletkezett résbe becsúsztatjuk a nemest. Díszfáknál, almatermésű gyümölcsfáknál, epernél, de főleg az akásznál alkalmazhatjuk jó eredménnyel. Zöldoltás. A zöldoltás tulajdonképpen a hasítékoltással azonos oltásmód, csak a tenyész időszakban végezzük lemeles, de még nem fásodott hajtásokkal. Oltás során kötözésre gumihüvelyt vagy műanyagcsíkot használjunk, mely jól elzárja a sebb területet. A kész oltás párolgását árnyékolással csökkentjük. Erre a célra sikerrel alkalmazzák a Vitemol emulziót is. Főleg szőlőt, közmétét és ribiszkét olthatunk így. Oldallapozás. Tavasszal végezzük a héj aláoltás idején vagy nyár végén, amikor a növények hosszanti irányú fejlődése már befejeződött, és a csúcsrügyük kialakult. Az oltóveszőt lehetőleg az oltás napján szedjük, mert csak pár napig tartható el 0 Celsius fok körüli hőmérsékleten. Az oltócsap alsó végéről a tűleveleket közvetlenül oltás előtt távolítsuk el. Először az alany oldaláról kis héjrészt vágunk le vékony farésszel együtt. Az oltócsapon olyan nagyságú párosításszerű meszlapot készítünk, mint az alanyon vágott sebzés. Összeillesztés után szorosan kössük be az oltást. Örökzöldeket és olyan lombhullató díszfákat, gyümölcsfákat oltatunk így, melyeknél az összeforradáshoz az oltás fölött nagy pároloktató és tápláló felületre van szükség. Oldalékezés. Az oldalékezéssel ugyanazokat a növényeket oltatjuk, mint az oldallapozással. Törzsét érintő irányban behasítjuk, és a kecskeláb ékezéshez hasonlóan megvágott oltócsapot ebbe a vágásba helyezzük. Kötözésnél vigyázzunk, mert az oltóvessző könnyen kicsúszhat. Az oldaloltásokat is be kell kenni oltóviasszal, kivéve a fenyőféléket. Mindkét oltás alkalmával az összeforradás, illetve megeredés után az alanyt vágjuk vissza. Tűlevelűeknél fokozatosan két lépcsőben történjen a visszavágás, lombhullatók esetén egyszerre. Szemzés. A szemzés az egyik leggyakoribb oltási mód.
Az oltás ideje szerint megkülönböztetünk hajtó és alvó szemzést. A hajtószemzést nálunk nem terjedt el. Az alvószemzést a tenyész időszak közepén, második felében végezzük, mikor az alanya héját jól adja és jó minőségű szemzőhajtás van. A beszemzett rügyek csak a következő tavasszal hajtanak ki, addig nyugalomban vannak. A szemzéshez a nemes részt a szemzőhajtásról nyerjük. A szemzőhajtást lehetőleg közvetlenül a szemzés vagy szállítás előtt szedjük. Az a hajtás alkalmas szemzőhajtásnak, amely érett, félig megfásodott, erős hajlításra törik. Levelei normális nagyságúak, háncs és fa része színben eltér egymástól, rügyei fejlettek. Hajtást, szemzőhajtást céljaira a korona déli oldaláról szedjünk, mert az ott növő hajtások fejlettebbek. Árnyékos helyen végezzük a hajtások lelevelezését és a tárolásra, szállításra való előkészítését, hogy a nedvességtartalmuk ne csökkenjék jelentősen. A szemzőhajtás kötegek fajtajelző címkén ugyanazokat az adatokat tüntessük fel, mint az oltóvesszőknél. Szállításkor nyírkos mohával, tőzeggel, törekkel vegyük körül, majd fóliával és papírral burkoljuk. Express küldeményként postázzuk. Közvetlenül a szemzés előtt a szemzendő alany gyökérnyaki részét a felső gyökerekig kibontjuk, és zsák vagy rongydarabbal megtisztítjuk. A szemzőhajtásról levágunk egy szemet egy kis héjrésszel és vékony farésszel együtt. Ezt szempajzsnak nevezzük. Nézzük meg újra. A szempajzsot mindig a hajtás ügye a szempajzs közepére essen. A pajzs hossza 2,5-3 cm legyen. Az alany gyökérnyakába T alakú bemetszést készítünk. Feltűrjük a héjat, ügyelve arra, hogy az alany fa részét meg ne sértsük. Majd az alanyon lévő bevágásba helyezve a szempajzsot, az alany kérge alá csúsztatjuk. A műanyaggal vagy rafiával való kötözés alatt ügyeljünk arra, hogy a rügy szabadon maradjon. Ismerkedjünk meg néhány fontosabb, különleges szemzésmóddal is. Vesszős szemzésnek nevezzük azt az eljárást, melynek során az alany héjkérge alá nem egy szemet, hanem rövid szártagú, párosításszerűen megvágott hajtást helyezünk. Forkert szemlapozás akkor is készíthető, ha az alany nem adja a héját. Hasonló az oldallapozáshoz, csak az alany oldalára nem oltócsapot, hanem oltóvesszőről nyert szempajzsot helyezünk úgy, hogy a vágási felületet pontosan fedje. Szorosan be kell kötni, kenni nem szükséges. A gyűrűs szemzésnél az alany és a szemzőhajtás egyenlő vastag legyen. Dupla élő sipolókéssel 2-3 cm széles gyűrűt vágunk le a szemzőhajtásról. A rügy a gyűrű közepén maradjon. Helyére illesztjük a szemzőhajtásról nyert gyűrűt, majd kötözünk. Kenni nem szükséges.
Sok-sok év telhetett el addig, amíg a különböző oltásmódokra rájött az ember. Pontos elsajátításukkal és készítésükkel biztosíthatjuk, értékes gyümölcsfáink és dísznövényeink fajta azonos, egyöntetű elszaporítását.